devizahitelmentes napot. A hatos csatorna vendége a műsor állandó jogi szakértője, dr. Erdős Zoltán, ügyvéd. Szervusz, üdvözöllek! Most a napokban egyre több helyen lehet hallani ugye ezt a reklámot, hogy a kormány elszámoltatja a bankokat. Sok deviza hitelestek, ez szinte zene a, ugye ez a szlogen, de valójában így van-e? Mindenesetre a pénzcentrum írása szerint a bankok elszámoltatásáról benyújtott törvény több lényeges kérdést tisztázott a devizaadósok megsegítéséről. Most már biztos, hogy a jogosulatlan túlfizetéseket előtörlesztésként kell elszámolni. Ez így van? Valóban most már? Valóban így van. Azokról a körülményekről, amikről heteken keresztül beszélgettünk, és vártuk a kormány lépését a deviza elszámolással, deviza alapú kölcsönök elszámolásával kapcsolatban. Ez most olyan szintre érkezett, amivel már konkrétan tudunk foglalkozni, és a deviza hitelesek konkrétan ebből már erőt meríthetnek. Valóban a banki elszámoltatás részletszabályozását dolgozta ki a kormány. Ezekkel a szabályokkal már lehet kezdeni sok mindent. Lehet már kalkulálni, lehet próbálni kiszámolni azokat a lehetőségeket, amik egy deviza károsult előtt állnak. Ugye több helyen is megjelennek előzetes kalkulációk. Beszéljünk így, ugye? Ezek mennyire adnak jó támpontot? Mennyire tud ebben eligazodni a devizahiteles? Csak nagyon nagy tűréshatárral tud ebben tájékozódni. Azért mondhatom ezt, hogy nagyon nagy tűréshatárral. Egyébként azok a portálok is, akik ezzel foglalkoznak, azok is egy nagyon komoly tólik határt adnak meg egy átlagos deviza hitellel kapcsolatban, és ebben is óriási szórást mutatnak egy adott paraméterrel rendelkező kölcsönszerződéssel kapcsolatban. Ezt azért nem tudják pontosabban kiszámolni, mert pontosan a jogszabály változás a kamatemelésnek a jogellenességét mondja ki, és nagyon nem mindegy az, hogy hányszor volt kamatemelés a futamidő alatt, az alatt a futamidő alatt, amit a jogszabályi határidőbe beletartozik. Gondolom, itt a legtöbb esetben egy ilyen folyamatos kamatemelésről beszélhetünk, igen, ugye? Igen, alapból... Mert ugye ezek jönnek vissza, hogy folyamatosan emelkedett ugye a havi befizetni való törlesztő részlet pont emiatt, mert úgy... Igen, ez természetesen a pénzintézet sajátja volt mindig, hogy mikor emelt. Általában azt nem mondhatom, hogy ezt a pénzintézetek összehangoltan tették, de nyilván egy bizonyos ráta feletti kamatemelkedést ők követni akartak, és akkor léptek. Tehát adott esetben azt kell mondjam, hogy biztos, hogy mutat hasonlóságot a bankoknak az ilyenfajta tevékenysége. Az a dolog, amit általában az ilyen kalkulátorok, vagy nem is mondhatom kalkulátornak, mert nem arról szól, hogy beütjük a mi saját adatainkat és kiszámol valamit, hanem ez inkább egy ilyen hozzávetőleges prognózist ad az átlagos felhasználó részére. Alapvetően azzal számolnak egy egyszeri kamatemeléssel a futamidő alatt, ami csak egy matematikai lehetőség, hiszen ennél lényegesen több volt. Ez inkább az ilyen kalkulátorok, vagy ilyen előjelző portáloknak inkább a magasabb összege felé kell mindenkinek kalkulálnia, tehát akár egy 1 millió forintos szórás is lehet egy ilyen visszatérítendő összegben, tehát egy 500 ezer és egy 1 millió 500 ezer forint között, akkor inkább a magasabb összeg felé kell kalkulálnia mindenkinek, mert az életszerűség az diktálja, hogy egy bank általában egy átlagos futamidő alatt többször emelt kamatot. Na most hogy néz ki jogilag ez az egész helyzet? Mert ugye a bankok ugye támadják ezt az egész szituációt. Véghez tudja vinni a kormány?
Mögé itt már időpontok is megjelentek, ha jól tudom, konkrét időpontok, hogy mikor, meddig kell bizonyos ügyleteknek ugye rendeződniük. Igen, véghez tudja vinni a kormány, hiszen a jogalkotás lehetősége az az ő kezében van. Azzal, hogy időpontokat is meghatározott, megtehette, hiszen nagyon konkrétan leszabályozta a devizapereknek a lefolyásának a mienségét, határidejét, egyéb körülményeit. Nagyon pontosan meghatározta azt, hogy hogyan kell ezeket a devizapereket lefolytatni, és meddig kell ezeket a pereket lezárni. Ehhez képest ő már meg tudta határozni, maga a kormány, hogy ezeket a visszafizetéseket milyen határidővel kell a bankoknak eszközölniük. Tehát meg tudja határozni, ezeket be is tudja tartatni. Akkor tulajdonképpen, hogyha minden korrektül menne, akkor a bank ugye elvégzi, illetve kipostázza utána az ügyfélnek, hogy mennyit fog visszaadni, illetve mennyivel csökkenti. És akkor ugye ezt az ügyfélek általában elfogadják-e, vagy sem? Kérdés. Lesznek-e perek ezek után? Vagy ha lesznek, akkor milyen jellegű devizahiteles perek lesznek? Nehéz ezt előre jelezni, hogy lesznek-e perek. Igazából a pereknek azt a részét kell tekinteni, ami már nem a jogalap kérdésében történik, hanem ez egy elszámolási kérdést fog takarni. Hogy egyszerűen fogalmazzak, igazából az a kérdés eldöntött, hogy a bank jogellenesen vette el a pénzt, mert ezt a kormány eldöntötte, jogszabályban ezt rögzítette, ezeket a pereket többségében, zömében a pénzintézetek elveszítették, ez idáig első fokon. Nyilván tovább fogják vinni másodfokra, azokkal az évrendszerekkel, amikkel eddig éltek. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez másodfokon is mind elvérzik a banki kereseteknek, tehát a banki perek, banki keresetek, ezek másodfokon is el fognak vérezni, de igazából abból az évrendszerből és abból a struktúrából, abból a jogi logikából, amiből merítkeznek a bíróságok, illetve amilyen jogszabályi környezetet teremtett a kormány, ebből azt lehet látni, hogy ezek másodfokon is ugyanerre a sorsra fognak jutni. Tehát előbb-utóbb a kormány által szabott határidőben a bankoknak az elszámolást meg kell tenniük. Azzal, hogy ez egy jogalap kérdésében ez egy eldöntött dolog lesz. Azzal, hogy ők megteszik ezt az elszámolást, és ezt mondjuk az ügyfél esetleg vitatja, akkor ez egy elszámolási kérdésé alakul. Egyrészt lényegesen kevesebb perre lehet számítani, hiszen nagyon sokan azt fogják mondani, hogy kapok vissza, vagy hogyha nyilvánvalóan nem nagyságrendekkel kevesebbet, mint amit egyébként amúgy kalkulálnék a közmédiából, mást sugallanának nekem, akkor ezt az emberek többsége el fogja fogadni azért, mert egy ilyen keresetnek a megindítása úgy szintén pénzbe kerülne, ott neki kellene bizonyítani azt, hogy az elszámolás nem teljes körű, nem pontos, valamilyen problémába ütközik, és akkor azt mondják, hogy inkább akkor elfogadom a most gyorsan befolyó pénzösszeget, mondom még egyszer, hogyha az ügyfél azt mondja, hogy hellyel közzel nekem ez megfelel. Ezért kevesebb perre lehet számítani. Na most ugye nagy kérdés, amit még ugye nem lehet tudni, és nem véletlen, hogy ahány internetes oldal létezik, annyiféle reakció van erre. Van, ahol az van, hogy igazából nem lesz jelentős. Tehát az átlagember nem fogja érezni most ezt a kormány segítséget. Van, akik azt mondják, hogy akár 2 millió forint is visszajöhet nekik. Tehát nagyon nagy a szórás. Ez sem egészséges, vagy nem? Nehéz erre bármit mondani. Részben van egy elég komoly politikai akarat ebben.
Mindenképpen politikai akaratnak kell lenni, amiben a kormány belelép, jogszabályt alkot, és ezt a kérdést ilyen módon rendezi. Ennek a politikai akaratnak, a távolabbi céljainak az elemzése nem az én feladatom. Ez, ha jogi kérdésként vizsgáljuk, akkor én azt mondom, hogy az a jogalkotó, aki ezt a jogszabályt megalkotja, nyilatkozza azokat a számszaki eredményeket, hogy körülbelül milyen összegek járhatnak vissza a deviza hiteleseknek. Én úgy gondolom, hogy ezzel ellentétes banki elszámolást nem fog elfogadni sem a kormány, sem ezáltal a deviza hiteles, hiszen ezt kapja a médiából. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amennyiben ettől eltérő elszámolási rendszer fog kialakulni, akkor ezt újból kormány általi szabályozás alá fogják venni. Ez alatt én azt értem, hogy kitűzött a kormány egy bizonyos célt a bankok elszámoltatására, erre alkotott több jogszabályt, illetve egy jogszabály környezetbe, sorozatba vagyunk éppen benne, és nyilván ez folyamatosan alakul, és folyamatosan kell ezt a részletszabályokat finomítani és alakítani, hiszen ez egy teljesen új dolog. Amikor ott fogunk tartani, hogy az első banki elszámolások fognak jönni, és az olyan tendenciát fog mutatni, ami nem megfelelő a közvéleménynek, annak a közvéleménynek, akinek most a kormány azt sugallja, hogy 20-25-30%-os törlesztőrészlet csökkenés várható, akkor nyilván itt is be fog avatkozni a kormány. Akkor egyelőre akkor azt mondod, várjanak, mert ugye van egy másik oldal, akik azt mondják, hogy továbbra is forduljanak az emberek ügyvédekhez, és cél a szerződés megsemmisítése. Ezzel kapcsolatban vannak már bizonyos szabályozási részletek. Részletszabályok a most elfogadott, vagy most elfogadás előterjesztett törvényben. Ezekben gyakorlatilag azokra a semmiségi kitételekre való hivatkozást az egyéb más hivatkozásokkal, hogy mondjam, kibővített pereket ketté fogja szedni a jogszabály. Azokat a részeket, azokat a pereket, amiben kizárólagosan erre vonatkozó semmiségi kérdések vannak, ezeket ugye már ugye szabályozta, a többit külön fogja kezelni majd. Ezekben valószínűleg a perek majd később tovább fognak folytatódni, illetve új perek indítására továbbra is van lehetőség, vagy lesz majd lehetőség. Nyilván az érvrendszer a jogászok kezében megváltozott. Bizonyos kérdéseket ugye a kormány jogszabály által lekötött, leszabályozott, ezekre hivatkozni nem ildomos, nem lehet, felesleges. Bocsás, egy gyakorlati kérdés. Mi van akkor, hogyha az ügyfél elfogadja ugye az elszámolás után kapott összeget a banktól, és ezek után perre akarja vinni az ügyet, hogy megsemmisítsék a szerződést, érvénytelenítsék? Lehet-e? Van erre mód? Vagy aki ebben gondolkodik, az akkor ne fogadja el a bank új szerződését? Én azt mondom, mindenképpen fogadja ezt el. Azért fogadja ezt el, mert azt a részét, amit szabályozott a kormány, tehát az árfolyamrés, illetve az egyoldalú kamatemelés kérdéséből fakadó visszatérítést, ezt most úgy mondom, hogy szinte teljes körűen, vagy nyilván a jogszabályok elfogadását követően teljes körűen fogja szabályozni a kormány. Ez neki visszajár. Ha akarja perelni a bankját, ha nem akarja perelni a bankját, ez neki visszajár. Ezen túl, ha ő úgy gondolja, hogy másokból is érvénytelen az ő szerződése, akkor mehet nyugodtan. Ezt megteheti, erre hivatkozhat, és majd a bíróságok ezt a kérdést is meg fogják vizsgálni, és dönteni fognak benne. Lehet játszani, nem rossz. Érdekességképpen mondanám csak, ugye
föltettek egy ilyen kalkulációt átlag kamatozásnál, például árfolyam rés jogcímen körülbelül olyan 348 ezer forint jár majd vissza egy átlagos hitel esetében, míg kamatemelés jogcímén 1 millió 700 ezer forint, azaz 2 millió 48 ezer forint jár vissza olyan ügyfélnek, aki átlag kamatozású történetben vett részt. Ez az összeg honnan íródik le? Az alaptőkéből, vagy a megemelt, ugye, felfuttatott, és mint tudjuk, jogszerűtlenül felfuttatott tőkéből. Ezt rendezi a kormány, mert ez nem mindegy, hogy én felvettem 5 millió forintot például, ugye felvett az ügyfél, és most jelen pillanatban ugye az alaptőkéje már 15 milliónál tart, noha rendesen fizetett. Tehát ezért nem mindegy, hogy most a 15 millió, vagy az 5 millió. Nem mindegy, de ezt a részét a kormány még nem rendezte. Tehát most hát ez pedig jelenleg, kérdés. Abszolút fajsúlyos kérdés egyébként, de most jelenleg úgy áll a helyzet, hogy ezt tőketartozásból írják jóvá, tehát nem a kamattartozásból, nem egyéb más összegekből, ez tőketartozásból, de a jelenleg érvényben lévő tőkéjének a tartozás, tehát tőke részéből írják jóvá. Tehát hogyha ő neki a meglévő tőketartozása 10 millió forint, a felvett 5 millió forintjához képest, vagy a 4 millió forintjához képest, abból fogják jóváírni. Értem azt, a kérdés lényege, hogy ez továbbra sem tűnik nem is az, hogy most persze, nem is az, hanem az, hogy ez hogy nőtt meg. Árfolyamrés, kamatemelés. Az árfolyamrés és a kamatemelés kérdése. Mennyire befolyásolta? Ez nagyon is befolyásolta, de igazából nem ez befolyásolta a tőkét. A tőkét az árfolyam emelkedés. Uh-huh. Az az árfolyam emelkedés, hogy felvette a kölcsönt 150 forintos, vagy 170 forintos svájci frankon, és most pedig 240 forint körül, vagy még magasabbá, vagy ingadozik ugye a svájci frank. Ebből fakadóan lett neki ez a tőke emelkedése. Ezzel most ebben a jogszabályban nem foglalkozik még a kormány, ezt a részét még nem rendezte. Ez az, amit már prognosztizált, hogy a forintosítással fog majd foglalkozni a jövő év elején. Ez lesz majd az a kérdés, amikor azt mondja, hogy a deviza hiteleket ki akarja vezetni a rendszerből. Az fogja a megoldást adni igazából. De ez a családoknak, ez rengeteg családnak, akkor ez nem lesz megoldás. Hogyha valóban így áll a helyzet, és valóban nem rendezték, hogy most milyen tőkéről van szó, mert most ugye 15 millióból most 2 millió forint lemegy. Még ott van 13, és jogosan fog háborogni, hogy 5 millió forint hitelt kapott, és már visszafizetett hetet, és még az arányok miatt, akkor nyugodtan azt mondja, hogy akkor itt megvezettek bennünket, ha így lesz. Egy dolgot nem szabad elfelejteni. Az intézkedés ilyen formán egy pozitív intézkedés, és abszolút a devizahitelesek oldaláról nézve egy nagyon komoly segítség. De az egész problémát globálisan nem rendezi. Kettő olyan jogelemet a szerződésből, amit hivatalosan jogszabály alapon érvénytelennek mond ki, és azt mondja, hogy ez az összes devizahitelre nézve érvénytelen, erre vonatkozólag tessék szíves a bankoknak és a pénzintézeteknek elszámolni. Ezt mondja ki, de ez csak egy része ennek a történetnek. A problémának a másik része és egy következő része az, hogy megpróbálja a devizahiteleket kivezetni a piacról azzal, hogy forintosítja. Az lesz megint egy másik megoldása ennek a dolognak, és akkor még mindig azt mondom, hogy még mindig lehetséges egy olyan kérdés, amikor az önhibájukon kívül, mert ugye az is megint csak egy óriási kérdést vet fel, és majd én úgy gondolom, hogy a következő adásoknak majd biztos, hogy bőven ad ez is témát, hogy a forintosítás milyen árfolyamon és hogyan fog megtörténni, ez nagyon nem mindegy, nyilván nem mindegy, a devizahiteles, nem mindegy a bank számára, nem mindegy az állam számára, hogy ez hogyan, ki hogyan vállalja a felelősségét ebben a dologban. De
az is egy megoldást lesz, megint csak nem globális teljes megoldás, hanem egy részmegoldás. És még mindig lesznek olyan rétegek, akik még azzal sem tudnak mit kezdeni, és azzal sem tudnak majd megbirkózni, hiszen még a forintosítással és minden egyébbel még mindig egy olyan hihetetlen nagy teher szakad rájuk, amit nem képesek teljesíteni. Igen. És ott lehet még egy további lépéseket meglépni. De azt mindenképpen figyelni kell, és azt továbbra is arra mindenkinek nagyon oda kell figyelni. Ez csak egy részét oldja meg a feladatoknak. Ez korán sem a teljes megoldását adja. Pénz jár vissza, mindenképpen pozitív a megítélése ennek a dolognak, pozitív lesz a hatása, de nem teljes megoldás. Szerintem addig lesz pozitív, míg az emberek nem kapják meg az értesítőt a banktól. Hogy most tőkéje, most már csak 13 millió. És ugye hát ma előbb mondott példa, felvett 5-öt és már visszafizetett eddig 7-et. Innentől kezdve az emberek úgy fogják érezni, hogy őket megvezették. És akkor hát, megint nem marad más út, lehetőség, mint hogy irány a bíróság. Nem lehet azt a dolgot elkerülni, hogy a svájci frank forint viszonylatot ebben a kérdésben rendezni kell. Azért, bocsáss meg, igen, csak most nagyon sok devizahiteles, most azt mondja, hogy értsék már meg, uraim, most nekünk így, hogy nem volt devizahitel. Mert ugye ez az alap az egésznek, ugye, és ezt mindenki ugye közgazdás szakemberek közül is jó páran, külföldiek is, magyarok is ugye levezették, hogy ez valóban itt nem volt devizahitel. Ugye ez ügyben a kormány másképpen foglalt állást. Teljes mértékben másképp foglalt állást. Azért beszélünk mi igazából ebben az irányban a problémákról, mert visszamehetnénk az olajkájhához, igen. De nem jutnánk előrébb. Mondhatnánk azt, és szajkózhatnánk folyamatosan, hogy ez nem devizahitel volt, hanem csak egy deviza alapú elszámolás. Mindenkinek megvan róla a véleménye, hallottunk neves közgazdászokat, mindenféle szakembereket. Egy biztos, a kormány a különféle jogi szakértők és bíróságok, tehát a neves dolgok mind oda tették le a voksot, hogy ez deviza szerződés, deviza hitel volt. Ezen a vonalon indultunk el, ezt a vonalat kell követni. Sajnos ez a vonal az, ami után tulajdonképpen egy megoldás sorozatot indítottunk el, vagy megoldás sorozatot indított el maga a kormány, és mi ugye ezt próbáljuk meg különféle okfejtésekkel magyarázni, értelmezni. Igen. Nem tudunk más irányból, mert már előrelépések voltak ezen a vonalon. Tehát az egy másik műsor lenne, vagy egy másik szakértő lenne, aki azt mondja el ismételten, hogy ez egy deviza alapú elszámolás, és semmi köze nincs a devizához. Valóban az eddigi pereim során sem tudták szerintem bizonyítani magát a deviza alapot, de ez egy tavalyi hó, igen, azt kell, hogy mondjam. Igen. Tehát ebbe az irányba indult el a kormány. Tehát ez lett volna jó, hogyha annó a kormány ezt kimondja. Igen, ha ezt akkor kimondja a kormány, akkor nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy mit fogunk tenni azokkal a pénzintézetekkel, akik kivonulnak, vagy nem tudom, hogy milyen lépéseket tesznek, drasztikus lépéseket, próbálják meg áthárítani másképp a veszteségeiket, mert nem a prognosztizált 900 vagy 1000 milliárdról beszélnénk, hanem 3-5000 milliárdról beszélnénk, és az egy lényegesen nagyobb összeg lenne. Sajnos időnk lejárt, 2 hét múlva újra találkozunk, és addigra talán sikerül még több, még érdekesebb információt megtudni. Köszönöm szépen a türelmüket, további devizahitelmentes napot!